Az ország 80-85%-a vidéken él, ezért fontosak azok a programok, amik a vidéki települések fejlődését segítik, köztük a Magyar Falu Program, vagy éppen a Modern Városok Program, mondta Gyopáros Alpár Villányi Fórumán csütörtökön. A baloldali politikusok azonban ezt másként gondolják, ami mindig előjön a kampányokban, mondta a kormánybiztos. A választópolgárok, a magyar emberek pontosan értik, hogy mit beszél az ellenzék, és ezért rendre vidéken olyan választási eredmények születnek, amelyet a baloldal nem tesz zsebre. És valószínűleg erre tromfol rá a baloldal, és aztán erre születnek újra hasonló választási eredmények, és nyilvánvalóan innen foghatott valahonnan a baloldal eredendő vidék gyűlölete. Szerintem ez nem egy helyes hozzáállás, nem egy helyes magatartás. De még egyetlen baloldali politikustól sem hallott a választások után, hogy önvizsgálatot kellene tartani. Gyopáros Alpár emlékeztetett rá, hogy 2002 és 2010 között tudatosan rombolt a vidéki létet a baloldal. Vasúti szárnyvonalakat és buszjáratokat szüntettek meg, közel 400 iskolát, óvodát zártak be, vidéki pedagógusok kerültek az utcára. Ezért fontos a terület országgyűlési képviselője szerint is, hogy folytatódjon a Magyar Falu Program. Létkérdés, hogy ez ne álljon meg, márpedig én azt gondolom, hogy ha marad a kormányunk, akkor biztos, hogy marad ez a program. Másban nem tudok gondolkodni, de hát nyilvánvalóan, mivel választásról van szó, ha túloldal jön, de biztos, hogy a Magyar Falu Programnak véget, de ezt nem hagyhatjuk. Azért kell harmadikán minél több embernek eljönni, mellettünk kiállni, hogy ezt az ütőképes és nagyszerű programot folytatni tudjuk. 3 éve indult a Magyar Falu Program. Baranya megye, mint kistelepüléses szerkezetű országrész, különösen érintett ebben a vidékfejlesztési programban. Erről is szó esett a Villányi Fórumon csütörtök délután.